Sziasztok, én Najkó vagyok, és arra gondoltam, hogy a csapdákat nem javítanám meg, egyelőre hagynám, sőt, hagynám a következő hordanapot is, és helyette elköltöznék ideglenesen, mondjuk ebbe a városba. Itt már egyszer jártam, itt az ideje, hogy visszatérjek, és egy gyors jelöléssel meg is jelölöm, hogy motorral oda tudjak találni. Oda középre fogok bemenni, ott letáborozok, és a célom az, hogy egy hétig onnan el se jövök. Lehet, hogy a következő hordanapot is ott fogom tölteni, majd meglátjuk. Az a lényeg, hogy itthon nem javítok semmit se, hagyok mindent úgy, ahogy van, elköltözök, vagy lehet, hogy a hordanapot a sziget alatt fogom tölteni, vagy fúrom tovább az alagutat, de szerintem nem, inkább a városba fogom tölteni a következő holdanapot. Úgyhogy kilútolom ezt a várost, mindent összeszedek, szó szerint mindent összeszedek, és ha mindent összeszedtem, akkor jövök vissza. Most pedig irány motorral. Minden cuccot magamhoz szedtem, ami talán kelleni fog a városon belül, majd meglássuk. Tehát megyek a motorért, de közben lehet, hogy felszedek egy segélyládát is, mert nemrég errefelé járt egy repülő, ledobott pont útirányomba esik, úgyhogy azt még felszedem, utána pedig motorral elmegyek a városba. Ott egyszer jártam, azóta sem mentem vissza. Most már itt az ideje, hogy teljesen kilútoljam az egész várost. Célom legfőképpen az, hogy szegbelövőt találjak. Szerencsére egész szép napos időnk van. Sokkal jobb, mint az esős napok. Ilyenkor mindig lecsendesedik hordanap után az időjárás. Na, egész jó. Mesterlövész puska. Na. Hát igaz, viszek magammal, és jobb, mint a zenyém. 448-as, tök állat. Irány a motor. Hát akkor meg is érkeztem, és arra gondoltam, hogy a motort azt itt hagyom, de megnézem, hogy hogy állunk benzinne. Akár fel is maxolhatnám a benzintartályt. Van benzinem bőven, úgyhogy ez nem lesz gond, akár motorozva bejárhatom az egész várost. De viszont viszek fáklyát, kifáklyázom. Legalábbis kettőt levakok oda bent. De ami fontos, hogy tuti, hogy lesz zombi. Úgyhogy gyertek csak elő szépen gyorsan a papához. Á, szinte gondoltam, hogy... Gondoltam, hogy itt megötte van. Ezt kilútolom. Legalábbis leszedem a zombikat. Gondoltam, hogy nem haltam. Na gyertek, üzletemberek. Ennyi volt. Na talán mindenki, de szerintem még lesz ittem még. Aha, ott. Jó, hát ennyit értek.
Ó, még egyet, még itt a savokba még kiszedünk. És szerintem ennyi is volt. Ideje összeszedni a lootot. És akkor arra gondoltam, még szedegetek itten szépen sorjába, hogy lehetne azt is csinálni, hogy a házak tetejére felköltözök és egy hetet kihúzok. Ez is egy jó ötlet, de a ház teteje nem eléggé produktív. Abból a szempontból nem produktív, hogy éjszaka mit csinálok magammal. Odafent nem lehet sok mindent csinálni, max craftolgatok, felkészülök a reggelre. De ha viszont lefúrom magamat a föld alá, sokkal produktívabb a teljesítményem, mert addig legalább gyűjtök potassziumot, ha netán találok odalent, vagy vasat, úgyhogy sokkal jobban meg... Ó, fegyver! Sokkal jobban megéri leköltözni a föld alá, mint hogy felmenjek egy magas épületnek a tetejére. Na, itt fegyver lesz. Vagy legalábbis fegyver alkatrész, csak nincsen helyem. Úgyhogy ott marad. Ezek a tárolók is jók lesznek, hogyha majd kell hová pakolnom. Na, az a lényeg, hogy akkor ide lemegyek, hogy megtartsam a szokásomat, mindig itt csinálom a lejáratot. Középütt, bevédve bútorokkal körben. 3000-es durability. És azt hiszem lesz 3 vagy 4 blokk. Hát helyem nincs, ahova tudnám gyűjteni a összeszedett köveket. Jó, most csak a legszükségesebb dolgokat pakolom ki, mint ruházat és papír és egyebek. Ami fontosabb, azt meghagyom. Viszont meg majdnem elfelejtettem fáklyázni. 2 darabot lepakolok ide. Meg ide. Nem nagyon fáklyázok, mert akkor viszont a fáklyák fogják bevonzani a zombikat, mert azt tudom, hogyha minél több fáklyát helyezünk le, annál jobban szeretnének bejönni. Mert ahol ki van világítva, ott biztos történik valami szerintük. Na jó, ez a 3. blokk. Jó, azért néha érdemes körbenézni. Jó, azt már szerintem nem érem el. És akkor lemegyek. Na, akkor az a lényeg, hogy lehet, hogy felgyorsítom, vagy kivágom. Az a lényeg, majd jövök vissza, hogyha meg vagyok a lenti ideglenes bázisommal. Egy, kettő és 3. Nagyjából meg vagyok az ideglenes bázissal. Még nagyon kezdetleges, találtam vasat is. Lesz is vasam még az oldalfalban is. Egyelőre 3 ládát raktam le. Nem csináltam sok mindent, csak a ládáknak helyet. Az egyikbe lesz a nyersanyag. Majd később el fogom szortírozni. Elméletileg úgy akarom, hogy az egyikbe lesz a nyersanyag. A másikba lesz a mindenes, a harmadikba pedig a fegyverek. Szerintem kelleni fog a 4. is, amiben a ruhákat fogom gyűjteni. Az 5. még nem tudom, mit fogok rakni, majd attól függ. Szerintem lehet, hogy csinálok olyat, hogy autóalkatrészeket teszek egy külön ládába.
Ugyanis tervezem, hogy a városban az összes autót összeszedem, tehát wrenchel. Wrenchet nem hoztam magammal, de majd úgy is találok wrenchet, és összeszedem az összes autót, ugyanis ez a város egy kicsit messze van. Na ezt még fel kell építenem, mert még azért csináltam ilyen elalagba, hogy nem rögtön a bázishoz vezet az út, hogyha netán betámadnának a zombik, akkor még el tudja magamat barikádozni a kanyarban. Úgyhogy megadtam az esélyt arra az esetre, hogyha netán lejönnének, akkor meg tudja magamat védeni. Na, viszont arra kíváncsi vagyok, hogy milyen mélyen jöttem le. Elméletileg nem mentem le a bedrockig. Kb. 25-öt számoltam, és folyamatosan. Szerintem ez van 17. Szerintem meg lesz a 25 mély. Úgyhogy megnézzük, hogy mit tudunk kihozni a városból. Az egyik célom az, mindenképpen az elsődleges célom, hogy meglegyen a szegbelövőm, wrenchet találjak, autókat összeszedjem. Lényegében minden, ami értékes, azt összeszedem. Mint mondtam, azért szedem össze az autókat, mert viszonylag messze van a város, ide úgyse fogok jönni minden nap. Lehet, hogy többet nem is jövök ide, hanem inkább keresek egy másik várost. Valakit hallok. És egyébként meg, ha ott jön, 25 mélyen vagyok. Nem kell mélyebb. Elég ez a mélység, az a lényeg, hogy tudjak hova visszamenekülni, hogyha baj van. Na, vajon nálad nincs semmi? Persze, miért lenne nálad bármi is? Úgyhogy ez csak egy ideiglenes hely, ideiglenes föld alatti bázis. Az a cél, hogy a ládákat megtöltsem, és ha megvagyok egy hét múlva, akkor hazavigyem az összes cuccot. Ja, meg viszont van még egy célom, tehát akkor ez lesz a harmadik, az egyik a wrench, a másik a szegbelövő, ha találok egyáltalán. A harmadik pedig, hogy kosarat találjak, ugyanis a második motoromhoz égetően szükségem lenne egy kosárra. És nézzük, ilyen helyeken pedig szokott lenni kosár, meg rengeteg zombi. Na, valaki. Sehol senki, de már hallok valakit. Aha, most spamolja be a zombikat. És úgy látom, hogy olyan plafonunk van, ahol, aha, jönnek lefelé, ahol lehet, hogy vannak rejtett cuccok is. Úgyhogy érdemes lesz felmenni a plafonra ezt. Vagyis a plafon fölé. És most az a hátrányom lesz, hogy onnan fentről potyogni fognak lefelé a nyakamba a zombik. Ó, ez elég közel akart lenni. Vad. Hú, elég nagy a hangzavar, úgy tűnik, hogy lesz itt még. Na, ott fent biztos, hogy lesz valami. Oda érdemes lesz felnéznem. Csak előtte ki kell lootolnom, vagy ki kell szedegetnem az összes zombikát innen. Itt hogy el vannak? Na, de nem sokáig. Kinyitom. Érdekes, kiszedtem, vagyis ő szedte ki, de nem talál ki. Megkapálózzá, ha lehet. Ide a fejedet, azt lövöm széje. Na, szerintem ez nem ennyi. Hóha, de gyors mozgású valaki. Még meg is tudott csapni. Oda kell felmenni. Ezeket a behemótokat nem szeretem. Aj, kezdünk sokan lenni. Gyertek csak kifelé. Egyszer, ó, jön még a sugárzó is, de jó. Azt, amilyen szépet dobott egy hátast. Na, itt meg. Jöttek a golyóért. Jó, hogy megint csak. Hát, mikor hal ez meg? Ú, az egyik jó, nagyon mozgása van, mint ki.
Nehogy már el kelljen mennem messzive. Ember. Ez is futám, mintha muszáj lenne. Na valamelyik okádni készül, vagy mit akar? Ó. Na végre. Ritkul a banda, és érdekes néhány állva maradt az ámulattól. Vagy valaki hasra esett. Ú, ott megy egy horda. Egy csapat horda be. Megy pont be az én kecomba. De nem lesz jó, ha bemennek, mert nekem ott van benn dolgom. Ú. Ember, hova futsz? Kár, minden igyekezett, úgyis meghalsz. Na, hát akkor egyesek állva maradtak. Ideje lootolni. Hát ez aztán nem sok eredménye zárul. Mi vad felgyújtott sétáló? Meg ilyet se hallottam. És nézd meg, oda mennek befelé. Mintha tudnák, hogy nekem ott van dolgom. Szerencsére azért nagyja mellette elmegy, de... Hát, van cuccom, most pakoljam ki. Addig nem tudok mit csinálni, kipakolok, hogy akkor legyen helyem. Hát nem sok cucc, de kivakom. Ennyivel is több helyem lesz majd. Na, hát akkor bekukkantok. Az ott maradhat. Nézzük, hány jött be. Ó, egyelőre csak egyet látok. És ott hátul még van egy pár darab. Egy munkásember, egy jó munkásember. Puska képességgel érte a 78-as szintet. Örülök neki. Érdekes, még nem vagyok a 100-ason. Nem baj, 78 is jó. Na itt valaki nagyon nem bír magával, úgyhogy ideje lesz megnevelni. Ó, részcsapok, azok jók lesznek. Azok... a papához. Na, véd a budíról, most engedjem ki. Oda bent. Szuty mogolt. Jó, azt hiszem itt a kijárat. Sehol senki. Megnézem ezt a kukát. Hát, miért is ne lenne benne valami? Na hát akkor eljött az idő, hogy lootolgassunk. Habár a ruhákat nem kéne gyűjteni. És itt egy forge. No, és méghozzá épségben van. Hogyha netán csinálnom kell valamit, akkor nem is kell messzire jönnöm. Bedobom ide a forge-ba azt. Jó napot. Csak el ne felejtsem, hogy hol van. Viszonylag nincs messze. Kb. Szembe van a bázisommal, úgyhogy... meg is fogom találni. Pénz, az kell. Plusz ez is kell, ha főzni akarok. És akkor nézzük. Még valaki mocorog odakint, de amíg nem hallom közelebbről, addig hagyom a picsába. Ó, WC. Mindig ó, fegyvervalkat vészek, az nem is olyan rossz cuccok voltak. Na, oda kéne felmennem. Majd valahonnan. Persze zárva. Nem nyitogatok. Úgyis tudom, hol kell visszamenni. Itt megnéztem mindent elméletileg. Na, ezeket a csapokat viszem. Ritkán látok úgyis ilyet. Vajon ez a zombi hol lehet? Azt tutira veszem, hogy oda fent a padláson lesz zombi. Hát, elviszem a piszkos vizet, hát valamire jó lesz. Habár nem tudom, mire kéne, plusz a kaki, az pláne nagyon muszáj volt.
Réz, az kell. Itt szerintem a játékban az egyik legértékesebb a réz. Itt tök jó, hogy ezek nyitva vannak. Hát nem nagy szám. Ú, sematik. Nem baj, majd lesz belőle papír. Ó, ezt hogy nem vettem észre? Na, azt hiszem valaki rombol, hogy ládákat körbenézem. A pénzt összeszedjük. Összeszedek mindent, amit lehet, és utána én felvackolok. Mert szerintem ott fent van valami. Még sose találtam ilyen épületet, ahol a plafon felett van egy réteg, amit meg lehet nézni. Ha erre még egyet vágkattintok, akkor halok itt az anyomba. Na hát nincs helyem. Itt az ideje kipakolni. És 20 óra elmúlt. Lassan ideje lesz majd lehúzódni. Mert nem lesz pálya, ha kint rohangálok még. És éjszaka majd feljövök, és nem is kell teljesen feljönnöm, csak kidugom a fejemet, azt kipakolom ezeket a szekrényeket. Tehát annyi előnye van ennek, hogy ha ide bepakolok, akkor éjszaka ki tudom őket szedni, és nem kell feljönnöm. Nem kell foglalkozni a zombikkal éjszaka. Kiszedem, odalent összeszortírozom, vagy szétszortírozom, és várom a reggelt. Bútor. Várom a reggelt, vagy bányászok addig. Hát összeszedem, hát ha kell majd valamire. Ó, hűtő. Elég sok pénz volt itten. Most nem az a 18-ra gondolok, hanem úgy összességében. Ó, egy láda. Na, szokás szerint sosincs benne semmi. Na, itt kéne felmenni, vagy valahol fel kéne menni. Ezt néztem én? Nem. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy odafent mit találok, vagy egyáltalán találok-e valamit. Ó, fegyveralkat vész. Mi a szar volt ez? Szerintem van odafent valaki. Na, hol menjek föl? Mondjuk itt lehet, hogy felmegyek, mert valaki megy odakint. Addig jó, míg nem üvöltözik. Tehát akkor hol? Csinálok inkább frémet. És felugrok valahol mondjuk itt. És akkor nézzük. Óha! Érdemes lesz vigyázni, mert szakad lefelé. Na szép. Hát egyelőre nem látok semmi értelmeset. Légkondik azok vannak. Azokat érdemes lenne összeszedni, mert nem is keveset látok kapásból. Itt meg csak ugrással. Itt van elég sok légkondi, ezeket lehet, hogy jó lenne majd szétszenni. És még erre is vezet. Légkondi és semmi értelmes. Ó, ott láttam ládát. Hogy tudnék én oda eljutni? Mondjuk szerintem úgy, ha bontok. Mondjuk ezt a légkondi csövet leszedem. Úgyis ad vasat. És a vas az meg jó lesz majd valamire. Ó, ott egy zombájn. Hát őt leszedjük. Ó, a franc egyenek, és eltörte a lábamat. Fene a pofádat.
Na hát, nem tudtam, mi hiányzik, egy törött láb. Hát ez rohadt jó lesz. Térkép. Nagyon kell nekem térkép. Na akkor azt hiszem ragasztó szallagot kell gyűjtenem. Ó, egy páncélszekrény. Fegyveralkatrész, jó, rész, jó. Na hát csak van ide fent valami. Kesztyű. Érdemes feljönni, sematik nem kell. Fegyveralkatvész. Úgy látszik, itt fegyveralkatvészek nagyon vannak. És megint tele leszek cuccokkal, sőt már tele is vagyok. Nem is fog elférni a páncélszekrényben lévő cucc. És nem fér el is, ráadásul 22 óra. Marha jó, necces lesz visszamennem a föld alá. Na, ezeket viszem. Hát, a többi maradhat. Na, akkor most lesz az, hogy megpróbálunk hazamenni. Sajnos kosár nem volt, de majd legközelebb találok. Azt tudja, hogy lesz kosár, mert olyan város nincs, hogy ne legyen kosár. Csak igaz, hogy ahhoz meg wrenchet kell találnom. Hogy fel tudjak szedni egyet, hogyha olyat találok mondjuk. Na jó, akkor az a lényeg, hogy most lecuccolok. Kipakolok, leviszem az összes cuccomat, szortírozok. És bányászok a többi időmbe, és utána jövök vissza. Vagy inkább nem is jövök vissza, hanem majd a következő részben. Mert már azt hiszem, hogy 28. percnél járunk, és az nem pálya. És sajnos nincsen ragasztó szallagom. Hát, az bizony nincsen, és szerintem odafent sincs, mert nem emlékszek rá, hogy lett volna. Úgyhogy a következő részben az első számú feladatom mindenképpen az lesz, hogy ragasztó szallagot találjak. Úgyhogy egy plusz melóm van. Na mindegy. Na jó van, találkozunk a következő részben. Addig gyűjtöm a vasat. Szevasztok, sziasztok, cső, csákány.